20 esztendővel ezelőtt egy személyes élmény hatására indította útjára a léleképítő sorozatot Tóth Csaba. Azóta a magyar közélet, a kultúra és a sport számos kiemelkedő alakja osztotta meg gondolatait a világról és az életről a hallgatósággal. A sorozat a pandémia után újraindul, mondta a szervező. Nagyon sokan kerestek, hogy Csaba, mikor lesz már, mert sokaknak, mint nekem is, lelki feltöltődés volt személyesen találkozni azokkal az emberekkel, akik példaképeink lehetnek, hiszen mindig minőséget kerestem. Mert sokan önjelöltek voltak, hogy én is szeretnék, de azt mondtam, hogy bocsánat, de vannak már sokan az előjegyzésben, mint ahogy most is vannak. Az újrainduló program első előadója szeptember 27-én Fanándor, az ismert világutazó hajós lesz, de előkészítés alatt van például Bagdi Emőke pszichológus, Koncz Gábor színész vagy Szilárdi Áron kartvívó olimpiai bajnok látogatása is. Továbbra is olyan embereket meghívni, akik a nemzet asztalára már letettek valamit, és hát bizony arra is kell gondolni, hogy vannak, akik már olyan korban vannak, akiket most kell még meghívni, mert 10 év múlva nem fogjuk tudni, mint ahogy már elköltözött közülünk Béres József bácsi, elköltözött Balog János akadémikus, Jókai Anna, Olofszon Placid atya, akik mind itt voltak, de már csak videóról tudjuk megnézni, vagy YouTube-ról, és azért valljuk be, hogy amikor 45 ezer megnézik mondjuk a YouTube-on Georg Spötlivel történő léleképítőt, akkor az már azt jelenti, hogy ez egy küldetés is arra, hogy ezt az információt vigyük tovább. A tervek szerint a sorozat előadásait a Tolnatáj Televízió is rögzíti és műsorára tűzi.